A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket a köztérben, a Deponia Nonprofit Kft. Új hulladékfeldolgozó központjáról fogok beszélgetni. A Kft.-nek az ügyvezetőjével, Steigerwald Tiborral, aki itt a vendégem a stúdióban. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm én is a televízió nézőket. Ugye az apropóját az adja ennek a mai közteres beszélgetésnek, hogy átadták tényleg ezt az új központot Csalán, de nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem elég sok mindent fogunk megbeszélni még így a hulladékgazdálkodást tekintve. Ugye ez a központ ez nem régen került átadásra Csalán, és a működés az pedig még majd csak ugye január elején fog megvalósulni, hogyha jól tudom. Miért volt szükség erre a központra egyébként? A hulladékgazdálkodás és azonban is a közszolgáltatás része évek óta nagyon-nagyon fejlődik. Azt is el kell mondani, hogy volt honnan fejlődjön, hisz ha visszagondolunk, 10-15 évvel ezelőtt lényegében a közszolgáltatás abból állt, hogy valamilyen módon összegyűjtötték jellemzően a vegyes hulladékot kukába, és a kukából a kukásautóba, és a kukásautóból pedig a hulladéklerakóba. Ez volt a még nem is annyira távoli múlt. De hát azért az élet az fejlődik, a hulladék mennyiség az nagyon-nagyon meredeken nő, és hát azt gondolom, hogy nagyon helyesen rájöttünk arra, hogy ez így nem mehet tovább. Ugye hazánk is az Unió tagja, és az uniós országoknak van egy elég erőteljes kötelezettségvállalása, hogy milyen irányban halad hulladékgazdálkodás tekintetében is. És természetesen ez a vállalás ez arról szól, hogy ha lehet, termeljünk minél kevesebb hulladékot, ha termelünk hulladékot, annak minél nagyobb részét hasznosítsuk újra, és minél kevesebb legyen az a rész, amit a hulladéklerakóba rakunk. Az ország, illetve az Unió vállalása az, hogy 2030-ra a teljes hulladék mennyiség, amit termelünk, ennek mindössze 10%-a kerül hulladéklerakóba. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony szám. 5-6 évvel ezelőtt, ha mi saját adatainkat nézem, akkor olyan 75-80%-nál tartottunk, tehát annyit raktunk le. Most már bőven 50% alatt, valóban 45% tájékán vagyunk, tehát ha azt nézzük, a tendencia nagyon jó, a fejlődés üteme nagyon gyors ebben az irányban, de mint minden ilyen folyamat, a legvége a legnehezebb. Tehát 80-ról 40-45-re levinni még nem annyira nagyon nehéz, 40-ről 10%-ra nagyon-nagyon nehéz lesz. Mi is igyekszünk abba az irányba menni, hogy ezeket a tendenciákat tovább tudjuk tartani, és ezeket a célokat tudjuk teljesíteni. És ehhez az kell, hogy fejleszünk, és ehhez volt nagyon jó ez a hulladékgazdálkodási projekt, ami az idejében átadásra került. Jelen pillanatban az engedélyezési eljárások vannak folyamatban, és valamikor, nem tudom pontosan megmondani még mikor, mert ez sok mindentől függ még, a jövő év első negyedévében a csalai létesítmények el fognak indulni. Mikor kezdődött egyébként ennek a központnak a fejlesztési terve vagy ütemezése? Hát ez egy nagyon, nagyon régre visszanyúló, hogyha a legelejére visszamegyünk. Ezek a projektek általában nem gyorsak. Az uniós projektek is, sok az adminisztráció, bürokrácia, ezek nem gyors folyamatok. Ettől függetlenül pontosan meg tudom mondani, 2006-ban alakult az a társulás, Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás, amelyik ezt a célt tűzte feladatul. Közösen szervezik a hulladékgazdálkodást, illetve ezen belül olyan létesítményeket hoznak létre, ami kellően korszerű ahhoz, hogy ezeket a célokat tudja teljesíteni. Úgyhogy ez egy jó régi folyamat már. Mekkora összegből tudott egyébként megvalósulni? Milyen forrásból? A teljes projekt összetett, nem csak ezeket a létesítményeket jelenti. Voltak mobileszközök, tehát kukásautók, egyéb gyűjtőszállító autók, amik már egyébként 2019-ben használatunkba kerültek, tehát azóta már üzemeltetjük őket. Hulladékgyűjtő edények, amelyek már egy-két éve kiosztásra kerültek a szelektív hulladékgyűjtésre.
A régióban 8 darab új hulladékudvar épül, itt Székesfehérváron is egyébként, ami várhatóan az első negyedében átadásra kerül, és maguk a létesítmények. Ha ezt a, és ennek a ezeknek a létesítményeknek is két végpontja van, egy Székesfehérváron, illetve egy Adonyban. Ha ezt a teljes kört nézem, akkor ez egy közel nettó, tehát áfa nélküli összegben nettó 20 milliárd forintos tételt. Ez egy óriási fejlesztés, ami itt megvalósult. Hogyha így a központot nézzük, akkor mondjuk mekkora területet kell elképzeljünk, ahol majd ezek a gépek fognak dolgozni, hány gépet kell elképzelnünk. És hát, hogyha így a környezetvédelmi szempontokat nézzük, akkor mi mindent tud megvalósítani ez a központ? Maga a teljes központ azzal együtt, amit már eddig is üzemeltettünk, 40 hektáron helyezkedik el. Tehát ez egy üzemi területnek már ez is önmagában egy meglehetősen nagy terület. Ezen belül az új létesítmények egy 10 hektáros bővítési területen találhatóak. Maga a létesítmény az lényegében három épület együttesből áll. Van egy vegyes hulladékkezelő, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, ha ezt elindítjuk, lényegében már egy gram hulladék sem fog a hulladéklerakóra így egyenesen kerülni, hanem minden vegyes hulladék az ebbe a csarnokba fog bekerülni. Ebben a csarnokban gépi úton szétválasztásra kerül az égethető és a nem égethető frakció. Az égethető frakció azok a jellemzően papír és műanyag tartalmú hulladékok, amik ezt követően még további feldolgozás után égetőbe kerülnek, tehát energiaellátás fog ebből az anyagból megtörténni. Az a rész, ami nem ez, az úgynevezett biológiai frakció, tehát ami nagy mennyiségben szerves anyagokat tartalmaz, azok pedig stabilizálás után lerakóba kerülnek, de ez már a vegyes hulladéknak kevesebb, mint fele. Míg korábban lényegében, úgy korábban, hogy egy-két évvel ezelőtt, ez a mennyiség 100%-ban hulladék lerakóba került, ahogy elindul ez az üzemelés, ennek a vegyes hulladéknak a több mint 50%-a égetőbe megy, tehát már nem kerül lerakásra. Itt megspórolunk további 50%-át az eddig lerakott mennyiségnek. A másik, ami a legnagyobb méretű épület, szelektív válogató. Eddig is volt szelektív válogatónk, viszont ott teljes mértékben kézi úton történt a szétválasztása a hulladéknak. Innentől kezdve, ha ez elindul, egyrészt mennyiségében fog sokkal többet, hisz nem csak a mi általunk gyűjtött hulladék kerül oda, hanem egy másik közszolgáltató is. Összesen 550 ezer embernek a szelektív hulladéka kerül leválogatásra. Az éves szinten 15 ezer tonna. Ez szelektív hulladékból rettenetesen nagy mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a sor elején bemegy a vegyesen gyűjtött, mindenki által ugye ma már kukában gyűjtött szelektív hulladék, és a végén pedig kijönnek azok az anyagára válogatott hulladékok, amik ezt követően hasznosításra mennek, tehát mondjuk papírbála, műanyagbála. A PET hulladékot, tehát PET palackot a színre válogatja a gépsor, tehát ennyire összetettnek kell elképzelni, és mindezt úgy, hogy ezt körülbelül 85%-ban gépi úton érjük el. Tehát ha valaki bemegy ebbe az üzembe, akkor elképed azon, hogy milyen bonyolult, összetett és hatalmas gépekkel válogatjuk az sokak által értéktelennek tartott hulladékot. Ugyanakkor azt kell mondjam, a hulladék ma már nagy érték. Tehát ezekkel foglalkozni kell, válogatni kell, és újra hasznosítani kell, hisz erre tettünk vállalást. Ugye mondta, hogy főleg gépek végzik ezt a munkát, de ha jól tudom, akkor hát elég nagy mennyiségű munkaerőt tudtak, vagy tudnak fölvenni majd így ennek a központnak köszönhetően. Igen, annak ellenére, hogy jelentős gépi válogatás lesz, de a végén, amit a gép sem tud tökéletesen válogatni, egy kis kézírás segítéshez kell. Azért kell többlet munkaerőt az eddigihez képest, mert több mint háromszorosa az eddig válogatott mennyiségnek az a mennyiség, amit ebben a válogatóüzemben fogunk szétválasztani. Úgyhogy ehhez kell kb. 25-30 plusz létszámmal, fővel számolunk, hogyha elindulunk.
Hogyan kell egyébként elképzelnünk így a depónia működését, hogy hány autóval dolgoznak, hány munkatársal tudnak dolgozni, hogyan kell így a mindennapokat elképzelni a cég életében? Ugye mi lényegében két cég vagyunk, a Depónia és a Kontinusztom a Kft. A Depóniában zajlik a közszolgáltatás, az egyéb hulladékos és a kisebb kiegészítő támogató tevékenység pedig a Kontinusztom a Kft.-ben. A két cég közel 300 ember dolgozik. Nagyon sokat nőtt egyébként az elmúlt években a létszámunk, mert nőtt a piacunk, nőtt az ellátott lakosság számunk is. Úgyhogy ma már egy nem annyira családias ezáltal a hangulat a cégnél, hiszen még 80-100 ember dolgozott ott, akkor még az volt, most már azért jóval nagyobb létszámot foglalkoztatunk. Ugye elég sok minden változott így az utóbbi időben a Depóniának az életében. Voltak költözködések, miért volt fontos, hogy költözzenek? Igen, még 2015-ben nagyjából, akkor álltunk elő azzal az ötlettel a tulajdonos felé, polgármester úr felé, hogy mi szeretnénk megcélozni azt, hogy ne az legyen, hogy a cég egyik fele csalán dolgozik, a másik fele pedig itt a szomszédban a Sörháztéren, mert ez nem egészséges működés szempontjából. Belső folyamataink szempontjából sem, de abból a szempontból sem, hogy már akkor látszott, hogy a hulladék kezelés, tehát a telephelyre beszállított hulladék további manipulálása, az egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb hangsúlya van. Tehát egyáltalán nem mindegy, sem a folyamatok, sem az irányítás, se semmi szempontból, szemléletformálás szempontjából, sem amit nyilván ott a helyszínen ott lehet jól csinálni. Ez egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan dolgozunk. És akkor kezdtük el tervezni, hogy ezt megvalósítjuk, és lényegében az idei év őszére ezt, és nagyon büszkén mondom, hogy saját forrásból, sem támogatás, sem külső egyéb forrás nem volt szükséges hozzá, tehát a cég ezt saját erejéből valósította meg. Egy irodaházat építettünk, illetve egy gépjárműjavító csarnokot, amelyik mindegyik a 21. század követelményeinek megfelel. Erre nagyon büszkék vagyunk. És akkor most már úgy minden csalán van, az ügyfélszolgálati iroda viszont itt van a szép Hőz ZRT székházában. Így van, ez egy kicsi kis fejtörést okozott nekünk, főleg itt ebben az energiaválságos időszakban, hogy egy ügyfélszolgálat, ami nincs állandóan nyitva, hisz háttérmunkát is kell végezni, hogy ezt hogy valósítsuk meg, hogy energiatakarékosság, egyébként gazdaságosság szempontjait is figyelembe vegyük, és akkor jött az ötlet a szép Hőtől igazából, hogy próbáljuk meg ezt közösen. És így a Honvéd utcai ügyfélszolgálat lényegében 100%-ban leterhelt, hisz hétfőn, szerdán, pénteken a Szép Hő ügyfélszolgálata van, kedden, csütörtökön pedig ugyanazon a helyen a Depónia ügyfélszolgálatai. És akkor általában a lakosság az már átszokott az új helyre? Szerintem elég jól sikerült ezt megoldani, meghirdettük elég korán, és elég nagy hírverést csináltunk körülötte, úgyhogy szerintem ez rendben van. Ugye mondta, hogy közel 300-an dolgoznak akkor így a cégnél. Mennyire könnyű egyébként munkatársat találni egy-egy hulladékfeldolgozó szállító pozícióra? Nagyon-nagyon nem könnyű. Hát ez nem egy kvalifikált munka. És nagyon-nagyon nehéz találni erre munkatársakat. Hasonlóan egyébként mondjuk a szerviz tevékenység, tehát ez igazából nem is csak a hulladékra vonatkozik, mondjuk a műhelyben is magas tudású, magas szakértelemmel bíró személyzetet, akik gépjárműjavításhoz, speciális javításhoz értenek, oda is nagyon nehéz találni. Közfeladatot látunk el, ugye ez a tevékenység azért nem dúskál annyira az anyagi javakban és a finanszírozásban, úgyhogy azzal sem tudunk előállni, hogy a piaccal versenyzünk. Tehát úgy kell munkatársakat találnunk, és megtartanunk, és megbecsülnünk, hogy nem feltétlenül nálunk találja meg a legnagyobb, vagy a legjobb számítását. Úgyhogy ez egy meglehetősen nehéz feladat. De nagyon nagy szükség van szerint a munkájukra, tehát én általában el is mondom otthon a családomnak, hogy az, amit ellátnak ezek a munkatársak, az nagyon-nagyon szükséges. Tehát én azt veszem észre, saját magamat is beleértve és a családomat, hogy azért sokat szemetelünk. És hogyha ez a szemét nem lenne elszállítva, akkor bizony itt egy szemétdombon élhetnénk. Ez így van, és ezt mondhatom, hogy hulladék mennyiségekkel is alá tudom támasztani. Az elmúlt
11 évben, amióta a depóniánál tudom a folyamatokat követni, meg a számokat követni, azt látom, hogy folyamatosan nő a hulladék mennyiség. Vannak benne jó tendenciák, mert a vegyes hulladék mennyisége egyébként nem nagyon nő, tehát a növekedésen belül egy sokkal kisebb mértékben növekszik. A szelektív hulladékok, az elkülönítetten gyűjtött hulladékok, tehát a szelektív, a zöld hulladék mennyisége pedig azért elég erőteljesen növekszik ezen belül. Ez mondjuk egy jó folyamat, de összességében tény és való, hogy évről évre 2-5%-kal minden évben az elmúlt 10 évben növekedett a hulladék mennyisége. Kivéve az idei év harmadik negyedévét, még negyedéves számokat nem látok, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy pedig még a Covid évben sem csökkent a hulladék mennyiség, csak átstruktúrálódott, hogy hol keletkezik. Az idei év harmadik negyedévében az előző év, tehát 2021 azonos időszakához mérten csökkent a hulladék mennyiség. Én ilyet az elmúlt 10 évben nem tapasztaltam. Azért vagyok kíváncsi, mert egy negyed év az még rövid időszak, de én azt remélem egyébként, hogy ami látszik, hogy az emberek egy kicsit tudatosabban vásárolnak. Sajnos nem csak, vagy nem elsősorban a hulladékos szempontok miatt, de ennek lehet egy olyan hatása, hogy kicsit kevesebbet vásárolunk, ezáltal kevesebb mondjuk étel kerül a hulladékba, a szemétbe, ami egy plusz pozitív hozadék, én azt gondolom. De hogy egyáltalán értelmesebben vásárolunk, jobban megnézzük, hogy miből mennyit, szerintem ez egy jó tendencia, és én nagyon remélem, hogy ez a hulladék csökkenés ezt jelzi. Lehet, hát tudni biztos lehet, hogy mondjuk, hogyha így a lakosságot tekintjük, akkor mekkora mennyiségű hulladék keletkezik egy évben? Hát országos szinten közel 5 millió tonna, ami azt jelenti, hogy nagyjából, ha így visszaosztjuk, akkor olyan 500 kg per fő per év az, amivel számolhatunk. Ha ebben vannak egyéb hulladékok is, ha mi a saját hulladék mennyiségünket nézzük, tehát a mi tapasztalataink alapján, akkor nagyjából Székesfehérváron olyan 380 kiló körül van, vidéken, tehát a mi általunk ellátott vidéki településeken olyan 330-320-330 kiló per fő per év. Tehát itt is egyébként a városias, falusias életmód közötti különbség megmutatkozik. Városban, és minél nagyobb városban megyünk, annál inkább. Igaz, hogy városban több hulladékot termelünk. Mondjuk azért azt jó tudni, hogy akkor van egy negyedéves adat, ami azért azt mutatja, hogy csökkenés van. Egyébként az, hogy van ez a hulladék csökkentés hete ugye minden egyes évben, az mennyire segít, ugye van mindig egy ilyen kampánya általában a depóniának is, hogy eljusson a lakossághoz az üzenet. Igen, ez egy európai kezdeményezés, tehát ez egész Európában van, Magyarországon is, és mi igyekszünk most már évek óta, ugye volt, amikor pont a Média Centrum munkatársaival közös akciónk is volt. Ezen a héten igyekszünk az adott évben, ugye általában ez november végén van, különböző kampányokat tartani, ami felhívja a figyelmet arra, hogy kevesebb hulladékot termeljünk, vagy ha éppen már termelünk, akkor az hogyan történjen. Ez sokszor játékos, volt ugye közös film, ami készült valamelyik évben, tehát egészen változatos formában szokott megtörténni, igen. Mi a helyzet egyébként így a lomtalanítással? Mert az is, azt gondolom, hogy az is egy odafigyelés, hogy nem veszünk meg mindig újabb dolgot, és rakjuk ki a lomjainkat, hanem igen, próbálunk. A lomtalanítás, ha mennyiségét tekintem, akkor az egy nem olyan nagy mértékű probléma. Az nagyjából 2,5-3%-át jelenti a mi esetünkben a lomhulladék mennyisége az összközszolgáltatási hulladékon belül. Ugyanakkor, ha azt nézzem, hogy egy-egy háztartásnak ez gond, már pedig nyilván gond, mert attól alom, hogy nagy, nem lehet kirakni a heti hulladékszállítással, nem lehet elszállítatni. Nyilván ez egy olyan probléma, amivel kiemelten kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan területe az általunk végzett hulladékgazdálkodásnak, amire egy kicsit jobban rá kell feküdni a következő időszakban. Látszik, hogy az embereknél erre igény van.
Sajnos, egyetértek, hogy ha nem veszünk 3 évente televíziót, akkor nem jelentkezik ilyen elektronikai hulladék 3 évente. Ha nem veszünk, nem cseréljük le a bútorainkat nagyon gyorsan, akkor szintén. Tehát ha itt is, ha egy kicsit mértéktartóbban vásárolunk, és inkább jó minőségű, tartósabb termékeket, akkor talán jobban cselekszünk. De minden esetben nálunk már akkor jelentkezik ez a probléma, amikor az hulladékká vált. Tehát valamilyen módon megszabadulnak tőle az emberek. Erre megoldást kell találni, és leginkább arra nehéz megoldást találni, hogy ezek az anyagok újra hasznosíthatók legyenek. Mert mondjuk egy bútor többféle anyagból van összerakva, azt utána még szét kell szedni. Azt egy ilyen válogató műben nem lehet szétválogatni olyan egyszerűen, mint mondjuk a PET-palackokat színre. Tehát ez egy összetettebb feladat, a hasznosítása is nehezebb. Ezért mondom azt, hogy ezzel a következő években foglalkozni kell, hogy erre jó megoldást találjunk. Igen, mert pont akartam kérdezni, mi történik ezekkel a lomokkal, amiket azért tényleg úgy látom az egyes lakótelepi lomkirakáson, hogy azért nagy mennyiség keletkezik. Igen, és nem lehet ott helyben kellően jól szétválogatni, szortírozni. Ebből fakadóan a lom hulladék az a hulladék áram, mi ezt úgy hívjuk, ezeket a különböző hulladék, amik bejönnek hozzá, hogy ez a hulladék áram. Ez nagy részt hulladék lerakóba kerül, tehát azért, mert ez egy nehezen kezelhető dolog, tehát ezzel kell foglalkoznunk még. Hol tudják egyébként a fehérváriak letenni a lomot? Ugye már említettett arról, hogy majd bővülni fog itt Fehérváron is egy telephelyet. Igen, a lom hulladéktól kétféleképpen lehet alapvetően megszabadulni. Egyrészt házhoz menő jelleggel minden évben mindenki egy alkalommal leadhatja nálunk a lomot, tehát mi elmegyünk érte. Családi házas övezetekben ez úgy történik, hogy az ügyfélszolgálaton ezt jelezni kell valamilyen csatornán, és akkor egyeztetjük az időpontot, és ebben az időpontban elszállítjuk azt a hulladékot. Lakótelepeken ez meghatározott időpontban gyűjtőpontosan történik, illetve hulladékudvarokban lehet ezt megtenni. Ez jelenleg Székesfehérváron most csak csalán lehet megtenni, mert két vagy három évvel ezelőtt megszüntettük a Palotai úton a lomátvételt, tehát a bútorátvételt, mert nagyon kicsi az a hulladékudvar, és annyira telített volt, hogy egyszer nem tudtuk megoldani az átvétel tárolást az elszállításig. Viszont ennek az előbb említett projektnek a keretében vélhetően valamikor március-április tájékától az Újváralja soron létesül egy vadonatúj hulladékudvar, amelyiknek a mérete kellően nagy ahhoz, hogy ott minden hulladékot át fogunk tudni venni, tehát lomhulladék, elektronikai hulladék, háztartási veszélyes hulladék, tehát ilyen festékes göngyülegek, olajos göngyülegek, zöld hulladék, tehát nagyjából ezeket fogjuk át, gumiabroncsok például, ezeket fogjuk átvenni. Úgyhogy ez szerintem jó megoldás lesz, illetve csalán szeretnénk egy még az első fél évben, ha lehet, egy lakossági átvevőpontot, tehát kvázi egy hulladékudvart építeni, ami nagy segítség lesz, mert aki járt mostanában vagy a közelmúltban Csalán, az tudja, hogy ha vegyes hulladéke van, azt hátra kell vinni a lerakóba, az komposztálni való hulladéke van, zöld hulladék, azt a komposztáló területére. Tehát ott elég sokat kell mocorogni a telephelyen, és ezt szeretnénk megszüntetni. Szeretnénk a bejárattól nem messze egy ilyen átvevőpontot kialakítani, és akkor ott lényegében, ahogy egy hulladékudvarban, mindenki leadhatja a hulladékát. Megkötés az van egyébként, hogy egy évben hányszor adhat le? Ugye, ha jól tudom, akkor azért fehérvári lakhelyel kell rendelkezni, tehát vinni kell magunkkal az iratokat. Igen, hát az új hulladékudvarban már ez sem kell. Aki a környékbeli település társuláshoz tartozó, de lényegében az összes környékbeli település ilyenről hozza be a hulladékát, ők is behozhatják. Ugyanezt Csalára is egyébként, tehát ilyen megkötés nincsen. Ugye nem sokára karácsony van, talán hétfő az, ami 26-a az, ami érinti így a szemétszállítást egyedül. Mi a helyzet egyébként így az ünnepi szemétszállítással? Mi nálunk alapvető az a szabály ősidők óta, hogy mi mindig hétfőtől péntekig dolgozunk. Hisz a hulladékszállító járataink így vannak beosztva. Ha hétköznapra esik valamely ünnep, akkor is. Az idejében nagyon szerencsések
a munkatársaink elsősorban, akik ebben naponta részt vesznek, hisz 24-e, 25-e, illetve 31-e, 1-e, ez mindegyik szombat vasárnapra esik, tehát igazából csak a karácsony második ünnepe, ami ebben érintett, úgyhogy változatlanul ugyanúgy hétfőtől péntekig minden napon megjelennek a kollégáink, és elszállítják a kirakott hulladékot. És hát ugye most a 2022-es év eltelt, akkor így, ahogy hallottuk, akkor nagyon sokfajta fejlesztés meg változás történt így a deponi életében. Mi a helyzet 2023-mal? Hát 23 az egy nagyon... most még bizonytalanul látható, vagy egyáltalán nem látható év. Egy biztos, hogy a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszere alapvetően meg fog változni. Ez a közszolgáltatás, ez alapvetően nagyon régóta önkormányzati feladat. Tehát az önkormányzat, minden egyes önkormányzatnak saját magának kell ezt valamilyen módon megoldania. Jellemzően ezt úgy oldották meg eddig az önkormányzatok, hogy szerződtek valamely közszolgáltatóval, aki ellátta ezt a feladatot. 23. július 1-től ez a feladat, mint önkormányzati feladat így megszűnik, állami feladattá válik, és az állam egyébként nyilvánvalóan nem önmaga fogja ezt a feladatot ellátni, hanem koncesszió keretében hosszú távra, 35 évre keresett egy partnert, akivel ő együtt tud ebben működni. Volt egy koncesziós eljárás, tehát egy pályázat lényegében, ahol a MOL lett a nyertes ajánlattevő, tehát a MOL a koncesszor, amely létrehozott egy koncesziós társaságot, tehát kifejezetten egy ő tulajdonában álló gazdasági társaságot, és ő lesz ezért a szolgáltatásért a felelős Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy ők fogják elszállítani a hulladékot. Ez azt jelenti, hogy a mostani közszolgáltatókkal együttműködve, tehát mi partnerei leszünk ennek a koncesziós társaságnak, és továbbra is, július 1-én is ugyanúgy, mint június 30-án mi fogjuk elszállítani a hulladékot, illetve a Csalai hulladékkezelő telepet is mi fogjuk üzemeltetni. Tehát ilyen szempontból a lakosságnak nem lesz érezhető változása, viszont én azt gondolom, hogy közép-hosszú távon minőségi változás várható ebben a szolgáltatásban. Elsősorban nem is a látható és a hulladék gyűjtési részében, hanem a hulladékok kezelésében. És akkor Székesfehérvár önkormányzatának hogy lesz így valami fajta beleszólása a hulladék feltolgozásban, szállításban? Hát úgy nem lesz, mint korábban. Miután nem feladata, ezért nyilván beleszólása is sokkal kevésbé, viszont mint ahogy most is vannak jogszabályok, amelyek meghatározzák ennek a szolgáltatásnak az alapvető paramétereit, mit hogyan kell ellátni, ezt követően is nyilván az új rendszerre fogják szabni ezeket a jogszabályokat, tehát módosítani fogják őket, de ugyanúgy ezeknek meg kell felelni nekünk is, a koncesszornak is, tehát azt gondolom, hogy sem az önkormányzatok, sem a lakosság érdeke ilyen szempontból nem fog sérülni. És ami fontos, az itteni feladatot ellátó társaság, az továbbra is depónia lesz, amelyik továbbra is a város 100%-os tulajdonában van, tehát ilyen szempontból meg mégiscsak lesz a városnak ráhatása erre a közszolgáltatásra. Mikortól várható ez az átvételi a MOL részéről? 2023. július 1-től indul az új rendszer. Tehát addig akkor mondjuk egy fél év az még ebben a mostani rendszerben. Most még szerződéskötések, egyáltalán a jogszabály, jogváltoztatása, felkészülés az új rendszerre. Ez egy nagyon-nagyon kemény időszak nekünk. Igen, hát akkor gondolom, hogy ez így nem lehetett könnyű ez a mostani évvége. Vagy nem, ez az elmúlt jó néhány hónap lényegében nyár óta ezzel telik, úgyhogy nagyon kemény heteken vagyunk túl. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és egy kicsit jobban megismertük a depónián belüli működést, illetve a jövőt is, hogy majd mi várható. Hát akkor egy szép karácsonyt kívánok azért önnek, meg hát nem azért, hanem szép karácsonyt kívánok, meg azért egy nagyon jó, boldog új évet. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége Steiger volt Tibor, a Deponia Nonprofit Kft. Ügyvezetője volt, akivel hát leginkább a Deponia működéséről beszélgettünk, de ami az apropója volt, az a Kft.-nek a nem régen átadott új hulladékkezelő központja. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.